Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Megnézzük ezt a Mini Settlers-t, ami egy minimalista városépítő játék. Logisztikai hálózatokat kell terveznünk, itt figyelembe kell venni azt, hogy az épületeknek milyen igényeik vannak, és növekedjen a népességünk. Vannak különféle gyárak, utak, vonatos megoldások, illetve kikötő is, úgyhogy ezekkel is kell foglalkozni. Ez egy 10 eurós játék, aminek van demója, és jelenleg, ahogy látjátok, Early Access-ben van. Nem játszottam még Settlers-zel, viszont játszottam ilyen erőforrás menedzserős játékkal, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mégis milyen. Ezek itt a beállítások. Nincs magyar nyelv. Jó. Hát kampányos. 200 fős populációt kell csinálni a tutoriál szigeten. Ott 700, 1500, majd 3000, ahogy látom. Itt is malacot fog gyártani a kovács, ha lopod a játékot. Ilyenek voltak? Ja, ott a Cult of the Lamb, mert jött hozzá DLC. Elképesztő módon VSD-zünk. Közben gyorsan átrakom a képet. Handbook megnyitása. H mint handbook. Pauzolni tudunk. 1, 2, 3. Jó. Kell kút, illetve almafarm, meg favágó tábor, és forgatni is kell épületet. A Mini Settlers készítői látták már a Settlers-t? Lehet nem. Nem DLC, csak nagy update. Ó, azt hittem, hogy DLC jött. Szóval ide kell építsünk. Na várjál. Úgy. Az a tuti. Az ott 77%, az meg 50. Hát a 100% ez úgyis. Ja, értem. Oké, akkor ez ilyen lesz. Meglopott a Twitch tegnap? Na, hogyhogy. Újabb áldozatod jelentkezik. Tegnap este megvettem a Deep Rock Galactic Survival-t, most tartok 8 óránál benne. Az komoly. Jobs bankáz. Az komoly. Örülök, hogy neked is tetszik. Jó szórakozást hozzá. Jó kis Deep Rockos. Igaz? Szóval forgattunk ilyet. Le volt pauzolva. Ja, hogy a csatorna ponttal lopott meg a Twitch, aha. Egy vízből csinál kettő almát. Na várjál, és akkor a víz az hogy készül? Tehát 7 másodpercenként csinál egy vizet. Oké. Akkor ez pedig 10 másodpercenként csinál kettő almát. Ő akarta oda. És favágó tábor is kell nekünk. Almából és fából csinál rönköt. Talán ezt így lehet jól mondani. Fa rönköt. Ez ilyen chill game, vagy lesz benne háború is? Nincs benne háború is, tag. Tudtam már. Na, és akkor most kell csinálni utakat.
tehát 1 és 7 hosszúság, 1 és 7 között lehet a hosszúság, 7-nél nem lehet hosszabb az út. Mhm. Uh-huh. Aha, és erre lehet forgatni az utat. Ha egy másodpercenként egy vizet, 7 másodpercenként egy almát, hány percenként csinál egy körtét, ha a dínye kisebb egyelő, mint 3? Szeva Gabcsi. Látom, ez mély nyomot hagyott benned. Ez mély nyomot hagyott benned, Gabcsi. Hát nem tudom, mit akar még. De ha annyira akarja, én csinálok utat, tessék. Ez most jó. Ja, és akkor most megtanítja nekünk, hogy hogyan lehet elpusztítani. Ja, csak szereted a matematikát? Akkor te ilyen matematikus vagy? Azt mondja, hogy közel rakjam hozzá a szómilt, és akkor csinál a farönkből, hát akkor nem, akkor a feldolgozott fából csinál nekünk farönköt. Ennél közelebb szerintem nem lehet rakni. Bizonyos osztályokat kétszer is járt? Hát akkor ezt nagyon vágod, Gabcsi. Stone Quarry. Ja, nézem, nézem. Az mi lehet ott? Stone. Ja. Oké. Ezt akkor túl... Ja, mert hogy elég, hogyha a range-ébe van. Aha. Szevasztok, szevasztok. Mondjuk oda is van írva, mindegy. Vajon mi lehet az a piros? Ja, hogy a piros az, ami így szállítja addig a pontig. Á, és akkor ott teszik le a dolgot. Uh-huh. Kell nekünk City Center. A City Center köré lehet házakat rakni. Jó, mát. Be is kötjük. Ő mit csinál vajon? El kéne olvasni. Ő csinál valamit. 10 populációt ad, 5 fáért és 5 kavicsért cserébe? Ez mindjárt kiderül. Aha. Nem, ez a felépítése. Akkor még nem épült fel. A polgárjenő? Ez most itt a polgárjenő? Hopp, kész is van. Tehát akkor ez 10 populáció. De nem, ez 10 ház. Tehát 10 házat tudunk csinálni. A populáció a házakon múlik. Aha, egy ház, 12 fő. Nekem tetszik, ahogy ott olyan utakat csináltak, úgyhogy mi is ilyen utakat fogunk csinálni, mert ez biztos akkor hasznos.
tessék. Ja, nem is jól csináltuk. De ezt azért csináltam, hogy tudjak újra rombolni. Ez kalkulálva volt. Aha. Látom, mi a gond. Na, nekik víz kell. Gondolkodnak! Két emberünk van, és gondolkodnak. Kell nekik alma, meg víz. És 10 ház. Igen, az nem jó, hogyha gondolkodnak. Az nem jó. Gyorsan el kell terelni valamivel a figyelmüket. Ez így... Nem jó. Ez mennyi? 6, 7, 8, 9. Jó, még kell egy. Az adózás rendszerét bemutattad már nekik? Nem, még nem. Na, hát ez most nagyon jó. kéne nekünk még... Hát mondjuk lehet, hogy oda egy ház. Mindegy. Itt a burzsujok laknak, itt a középosztály, ott pedig a csórók. Jó ez így. Na. Ez úgy néz ki, mint a San Andreas kezdő. Onnan inspirálódtam. Most várunk. Complete house requests. Amúgy, srácok. Hát én ide csinálok egy ilyet. Egy kutat. Legjobb kút. Tessék. Nem lenne gyorsabb több alapanyag termeléssel? Istog. Én profi vagyok, ebbe látod?
előre tudom, hogy hogyan kell ezeket művelni. Figyelj, ide jövök. És oda néz. Bigusz. Bigusz, figyelj. Hopp. Mondjuk az baj, mert hogy ott azt még fel is kell dolgozni. Szóval, amit ott gyűjtenek, azt itt meg fogjuk munkálni. Remélem, hogy nincsenek olyan szükségleteik és igényeik itt a lakosoknak, hogy ne legyen itt ilyen feldolgozó, mert akkor ez rögtön nem itt az úri negyed. Biztos akartak oda a lakosok egy ipari komplexumot. Hát... Gondolkoztattak volna korábban is, hogy oda költöznek. Gondolkozhattak volna korábban. Most már ez a csóró rész, igen. Na, ott viszik az almákat. Populációs cél, el kell menni a 120-ig. Ugye nyilván a 200 lesz majd a cél, de hogy most 44-nél járunk. Még kell nekik víz. Jó, egy kutat még bevállalunk, oké? Okay? Ja. Ezt így nem lehet bekötni. Azt írja, hogy Z, azt közben az Y-nal működik. Ez egy átverés volt. Ez egy óriási átverés volt. Fú, ez de csúnya. Jó, nekik még alma kell. Jó, akkor csinálunk még almás szállítót. Alma. Aha, ezt csak a zöld részre lehet rakni. Szerintem ők örülni fognak, hogyha ide csinálunk ilyet. Biztos, hogy örülnek. Ki ne örülne neki? Ti nem örülnétek neki, srácok? Közel van a lakásotokhoz az almás rész. Víz kell nekik, oké. Okay. Ez megadja az OCD-nek? Na, örülök. Ez egy forgalmas csomópont itt, meg ott. Na, azt mondtátok, az OCD-teknek meg kell adni valamit, tessék. Ott hatan vannak. Amúgy egy utat kihagytál a vizes felett. Hol? Vizes felett. Ja, tényleg. De az direkt volt. Az azért volt, hogy figyeltek eléggé. Szevak Jódájnak, köszi szépen a 17 hónapot. Köszi a támogatásodat. Mizus, hogy itt jegy arra felé? Gondolkodnak, nem jó. Az a gond, hogy ez nem jó így. Na most majd jó lesz. Amúgy gyorsítunk már egy kicsit. Na, a célok megvannak, már csak a populáció hiányzik. Kide a gólya hozza az új embereket. Jó, mindjárt meg vagyunk. Még két ember hiányzik. Érdekes gémnek néz ki. Szó se róla. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi van bennem. Ami persze lehet, hogy most nem fog kiderülni.
építsünk egy második City Centert. Szerintem ez egyfajta bevezető lesz ebbe a erőforrás menedzselésbe. Szerintem. Így nekem első látásra, így ez alapján a 10, lehet, hogy 20 perc alapján ez a benyomásom. Warehouse-t is lehet csinálni. Hoppá! Jó, először is második városközpont kell nekünk. Ide. Ide. Igen. Így. Így. Fú, nagyon nem tetszik az elrendezés, de hát most már ezzel kell együtt élni. Mi? Ja, először meg kell csinálni. Tehát, hogy nincs, nem tudunk több épületet felhúzni, mert nincs hely a több épületnek. Most kell kavics, a kavicsot meg onnan hozzák. Most onnan jön a kavics. Kéne egy elkerülő. Én úgy érzem, hogy ide kell egy elkerülő. Mindig elfelejtem, hogy YouTube-on is nyomod, én megkeresem a kérdést. Volt kérdés? Még mindig nem tudok építeni. Nyilván nem mondja, hogy mi a gond. Hát ott van! Azt mondja, nincsen a közelben City Center. Na, itt mi a gond? Uh-huh. Jó, és itt mi a gond? Jó, megnézzük a videót. Értem, mi a gond. Ezt itt dózerej. Jó. Na, szóval figyelj, oda leteszem a City Centert, és minden egyes épület tágítja azt, hogy hova lehet még építeni. Oké. Oké. Jó, értem. Na. De hogy miért nem engedett építeni? Ne kérdezzétek. Tehát, hogy ennek ott voltam a range-ébe. Na mindegy. Mindegy is, ne is törődjetek velem. Jó, és akkor ezt ide fogjuk felhúzni. Az ott mellette simán elfér. Ja. Nem tetszik. Tehát a polgármesteri hivatal az ott lesz. Jó. Betúrtam egy fél dinnyét, különben így az ebéd után bealudtam volna. Tegnap az autóról zenére keltem fel, kb. 2 óra kiesett. Nem jó. Valami itt nem jó. Valami itt nagyon nem jó. Most már jó lesz.
Hülye út. Látom a problémát, és rajta vagyunk. Kollégáimmal rajta vagyunk a probléma orvosolásán. Így a Steam-es előképek alapján inkább izzadós, mint chill-es. Nem, biztos nem izzadós. Jó, szerencsére ez csak a tutorial map. Úgyhogy most nem fogjuk újra tervezni az egészet. Mivel itt még van zöld, én azt mondom, hogy legyen egy ilyen is. Nem tudja? Micsodát? Ja, látom mi a gond. Kell nekünk egy ilyen is, a fa feldolgozó miatt, és hát ezt így átvezetjük itt. Nem jó itt ez a sorrend, de ez most ilyen lesz. Lehetne, lentre mehetne egy kőbánya? Legyen, srácok, legyen egy kőbánya. Kőbánya alsó. Na, mondjuk így. Hát ezek a lakóépületek, az a polgármesteri hivatal, ott a Jenő, az ott favágó, fafeldolgozó, kút, kisgyümölcsös, és amúgy ennyi. És kell nekünk warehouse is. Ki kell választani, hogy mit és hova akarunk. Uh-huh. És akkor oda behordják. Na menjen. Ez most itt warehouse? Gondolom, ez csak, ja, ez kis warehouse. Mehet a kis warehouse oda. Meg egy warehouse ide. És akkor ide. Azt hogy csinálta? Ráklikkelek, és azt mondom, hogy alma. Ráklikkelek, és azt mondom, hogy ennyi. Egy almát tudunk ide kérni. Jó, hát akkor ide kérünk almát.
Ja, és két alma. Ez nagy warehouse. És azt mondja, hogy water és apple warehouse kell. Tessék. Azt nem úgy tudni, hogy az Early Access melyik stage alatt fog normális grafikát és egyéniséget kapni a játék? Csak mondom amúgy, a roadmapjük nagyon menő. Ez a roadmapjük. Train Station. City Level 3. Új biom. Vízi dolgok. Kampánypálya. Új épület. Repülős téma. Ugye ezek azok, amik már bent vannak, és ott van Early Access. Early Access-ben most elindult a játék. És akkor a következő az új módok lesznek. Random map generálás, Steam-es leaderboard, új kampánypálya, Steam workshop, és kész. Bizony. Na, ilyen távolról fogjuk nézni. Hármas. 188-on van most a populációs gól, ez mindjárt feljebb csúszik. Kész. Ennyi. Ja, ki akartam amúgy menni. Are you sure? Yes. Szava Connor. Na, 900-as populáció és 225 natív populáció. Jelentsen ez bármit is. Are you sure? Na, ők a natívok. Ők az indiánok? Let's go. Na, ilyennel még nem találkoztunk. Tehát most így azt kéri tőlünk a játék, hogy hajrá. Tehát először is lumberös. Azt ott vajon beáldozzuk? Beáldozzuk. Kérünk kaját. Az ott nem tudom miért nedves, az csak ott egy, az egy felhő! Hát beszarás, ezek felhők ott. Honlapjuk van az Epic Store-ra is, plant, hogy felkerül a játék, mobil release-ről nem irak semmit, fura lenne nekem, ha nem jönne. Hát lehet, hogy majd idővel jön. Mindjárt megtervezzük itt, és az addig ér el, aha. Jó, akkor ez egy kicsit mélyebben lesz. Az komolyan úgy, hogy ezek az épületek ingyen tudunk ilyeneket lerakni. Tehát, hogy nem kerül semmiben. Jó. Még egy ilyet lerakunk. És akkor pirossal jelzít, hogy mi az, amit már azok ki fognak ott szedni. Jó. Lehet, hogy három is kell majd. Egyelőre ennyivel indítom el a dolgot. És akkor kell polgármesteri hivatal. Jó.
Tervezzük ezt meg jól. Ja, értem már, hogy mi az, amit én benéztem. Tehát ebben a range-ben benne kell lenni a teljes egésznek. Ja, a feldolgozó, majd kell a feldolgozó is. Jó. Ha ide teszünk egyet, aha. Akkor ide jöhet még egy. Az úgy pazarlás vajon? Tíz épületet fogad ez el. Úgyhogy megnézzük, hogy így milyenek vagyunk. Tökéletes. Megcsináljuk gyorsan a fafeldolgozót. Ott kell majd egy út, úgyhogy nem rakhatom így. Így. Köszi. Köszi. Szóval ez szépen elmegy oda. Már értem amúgy, hogy ilyet miért nem csinálnak ilyen hosszú utat. Ennek sincs így értelme. Jó, na, szóval kezdjük innen, ami nem bonyolult. Na most jó lesz. Legalábbis remélhetőleg jó lesz. Majd bekötjük valahogy azt. Azt a favágó tábort. Miért nem tud arra menni az út, amúgy? Várjál, csak rotéttel lehet, hogy be tudom küldeni. Nézzük csak még egyszer. Aha.
Oké. És akkor itt is valószínűleg rotétel lesz megoldva. Helyette, ezt figyeld, mivel oda nem lehet bekötni, ilyet lehet csinálni. Ez így jó lesz szerintetek? Vagy inkább csináljunk ilyet? Vagy... még olyat lehet csinálni, ami ennél is jobb, ez undorító. Tehát ami ennél jobb, az az, hogy fogom ezt a kavicsost, azt amúgy így rakom le. És akkor már is nincs ilyen probléma. Yes. És egyébként talán már itt is jobb lenne az, hogyha ez az egész nem így lenne lerakva. Vagy egyszerűen csak így raknám le. Nézzük meg ezt. Jó. Ez így jó lehet. Ezzel itt lesznek problémák, ugye? Lehet az utat előbb, tehát hogy inkább az úttal kellett volna először foglalkozni, mint sem az, hogy lerakom az épületeket. Na nézzük. Na ez ilyen lett. A miénk. Húha, igen, ezt itt tökre elfelejtettem. De itt, ide több víz is elfér.
rögtön ennyi. Az egy nagyon forgalmas csomópont lett ott, hogy gyakorlatilag minden átmegy. Úgyhogy kéne csinálni egy... egy ilyen... Valamit ide. Így. Ez jobb, mint a Diablon így? Állítólag igen, Zakika. Ez most elvileg a legjobb. Ezt itt a városon kívül kellett volna megoldani, én most már abban a gyalog, hogy ezt, amit ezek itt szállítanak, meg azokat izélnek, ezeknek nem itt kéne mennie, hanem inkább kívül. Meg annak is. Tehát ezt behozni a városba teljesen felesleges volt. A fa fogy el, és a kavics is így van. Nem végtelen. Véges ugye, mert a pályának is véges a cél. Közben a natívokat itt be lehetne kötni valamennyire. Na, ha valami, akkor ez itt még biztos gyönyörű lesz. Szevan Evrom. Most... Ja, le van pauzolva, nem értettem, hogy miért nem történik semmi. Na már mondják is, hogy nekem alma kell. Azt nézem egyébként, ez nem tudom mikor lesz elérhető. 100-as populációnál elérhető lesz a warehouse. Ha lesz warehouse, akkor oda meg kéne tolni almával egy kicsit itt fölül. Meg kavicssal. Aha. Látom a problémát, már rajta is vagyunk a kollégákkal, igen. Ez itt majd valószínűleg át lesz tervezve.
Lehet jó tenni egy almás vizes elkerülő éjszakon. Igen, igen. 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 Önmagában már ez is óriásit könnyítenem. Szevasztok, szevasztok, srácok! De amúgy... ja, így jók vagyunk. Így jók vagyunk. Nekik kell még alma, tehát egy csomó alma kell. Miért nincs alma? Ja, mert hogy várni kellett. Oké. Okay. Hát nekik nagyon sok alma kell még. Nekem úgy tűnik, mintha úgy lenne ez a játék kitalálva, hogy a zöld mezőkre csak alma, meg ipar, homokra, meg lakóövezet, és akkor kívülről beáramoltatsz mindent. Ja. Ja, lehet az kellett volna, igen. Ja, itt nem volt a legjobb a koncepció részemről. Elkezdtek a natívok gondolkodni közben. Hát ott egy csomó víz van a raktáron, és hogyha kell nekik, akkor rögtön viszik is. Olyan, mintha még több almás rész kellene. Úgyhogy ezt itt fel is szedjük. És akkor már is kérjük, hogy alma. Hoppá. Szóval közben kaptunk olyat, hogy highway. A highway-t nem lehet épületekhez kötni. Mi a különbség? Lehet hosszabb? Már meg is van. Ez elég király. Na ez most nagyon tetszik. Nekem tetszik ez a játék eddig, az eddigiek alapján igazán nem érzem benne a mélységet még, de biztos lesznek komplexebb dolgok, meg én ezt például mobilon jobban tolnám, mint PC-n. Ja, megkaptuk a warehouse-t is.
És akkor mondjuk ide kéne rakni... Még nem tudom, hogy milyen hosszú legyen ez. Tehát víz az biztosan nem kell, a fa, meg a kavics. Kavics kéne még ide a másik oldalra. Azt mondják, kell nekik kalapács. Kalapács, aha, stone tool maker. Ide, ilyen. Túlnyug is a zene? Elalszol is tag. Aha, aha. Ötletnek ez jó volt, de ezt itt nagyon frekventált eltettük. Igazából túl rövid. Tessék. Jó. Tehát ott több cuccot tudnak majd elvinni. Aha. Azt úgy nem lehet oda kötni. És ugye azt is hogy kötjük be. Jó, tessék, így kötjük be. Tehát, ha megosztom, akkor túl rövid lesz a highway. Viszont oda be lehetne kötni. És mondjuk beköthetjük őket így. Így. Illetve így is. Mi? Ezeknek már szék kell? Hát beszarás. Érted? Már szék kell nekik. Igen, itt ez segítene például. Legalábbis valamennyit biztosan. Látszólag semmit. Aha. Látom amúgy mi a gond. Na most egy kis rombolás következik, srácok, mert nem tetszik, ahogy ez itt most
elkészült. Egy kis pazarlás. Na! Mondjuk erre nem értem, hogy a bal felső srác mit számol a játék. Azok ott a natívok, natív populáció, saját populáció, és az, hogy összesen mennyi legyen a populáció. Ja? És akkor nézzétek az autópályán, mert két dolgot is fel tudnak szedni. Amúgy ez... Ja, így, hogy kicsit bonyolódik, ez egyre jobb. Na nézzük. Tehát... Bútor. Fa és kalapácsból szék. Na ezt hogy tudnánk ide felrakni? Ajaj. Sokkal jobb. Bár oda nem kell végighúzni az utat. Bénán néz neki. Na most már jönnek a bútorok is. Bár valószínűleg a bútorokat is inkább mondjuk ide kellett volna áttenni. Vagy itt meg kéne törni az autópályát. Mondjuk ha megtöröm az autópályát, nem lesz jobb. Igazából az autópályán az segítene, hogyha kiebb tolnám, és itt is... Ja. Kéne belül egy jobb átjáratóság. Talán. Meg egy kapcsolat az autó... Aha, ide kéne egy kapcsolat az autópályával. Hát ez olyan, hogy majd a kőpályán jobban tervezed, mert tudod, hogy mivel kell számolni. Ja. De akár most is át lehetne ugye szervezni az egészet. Csak hát az már... Most ezt mindenféleképpen meg kell itt tenni. Azt mondja, hogy... Favágás egyszer. Favágás még egyszer. Fafeldolgozás. Ennek víz is kell, mi? Ja, meg alma is kell. Édes Isten, az almának meg víz kell. Hát nem olyan egyszerű ez.
Na, közben a Native City az nagyon elégedett. Az a jó, hogy itt most tudunk csinálni autópályát. És itt, aha, ott tudjuk bekötni. Ezt meg bekötjük őket így. Bár, ha igazán profi akarok lenni, akkor ez itt hülyeség, és helyette az a helyzet, hogy sehogy se tetszik ez így, de nem baj. Na szóval olyat akartam csinálni, hogy oké, ezt bekötjük. Hát az ott be van kötve, és az autópályának még egy ilyen rész is. Amit följön át. Így. Ez jó valamire? Semmire mi? Ez semmire nem jó. De van. Aha. Látom. Ismét csak azt mondom, hogy látom. Látom, mi a probléma? Egy ilyen hiányzott. Aha. Aha. Egy ilyen hiányzik innen. Na, ő már például ott nem dolgoz fel semmit. Ő ott semmit nem dolgoz fel, a populációnak viszont még mindig bővülnie kéne, úgyhogy kellene nekünk új lakónegyed. A polgármesteri hivatal az kell. Mindjárt megtervezzük ezt az egészet. Nem, nyilván nem tudom lerakni. Ő
Viszont akkor, hogyha már ilyen van, akkor itt majd az autópályával kell valamit alkotni. Ja, ez így jól lát. Igen, irány a sivatag. Kiköltözik, kiköltöznek polgármesterék. Tehát... ő ide jön. Igen. Mégsem. Viszont akkor egyel följebb kell menni. Viszont az meg bénán néz ki. Nem tudunk egyel följebb menni. Hát ez ilyen defektes lesz. Semmi gond, akkor a polgármester lejjebb megy egyel. Igazából úgy megoldható. Aha, valahogy így. Faktoriót nem toltam. Aha, viszont ez így lehet? De én mindenféleképpen akarok egy elkerülőt. Ez biztos jó lesz majd. Oké. Okay. Aha. Hát valószínűleg mondjuk a polginak úgy se kell olyan sok mindent vinni. Ez nem lett átgondolva. De nem probléma. Uh-huh.
Ott is majd kell valamit csinálni. Feljebb kell toljuk a populációt, és oda kell fa. Méghozzá feldolgozott fa. Az a helyzet, hogy ott őrült nagy dugó van. Én úgy látom, hogy erre így szükség lesz. Egy kis tehermentesítés. Csak az a gond, hogy a fa feldolgozás az itt már teljes mértékben megszűnt. Úgyhogy hát ezt igazából le is lehet itt rombolni. A natívok nem örülnek? Vagy most mi van ott? Az a gond, hogy fogy idővel itt a minden is. Még több kavics kéne? Need empty space. Ja. Ja, itt már nincs fa, úgyhogy le is szedtük. Na, most már a polgármesteri hivatal meg lett, úgyhogy 480. Aha, már ott sincs fa. Már ott sincs fa közben. Úgyhogy odébb kell települni. Na, újra van fa. Nézzük, mi az, ami nagyon nagy probléma. Hát alma kell, sok. Igazából az almaszállítás, azt itt kéne jobban megoldani, mert van neki hely bőven.
az a víz ott nincs kihasználva, pedig van víz. Na! Most a tuti. 336-nál járunk, srácok. Még gyorsan meg kéne csinálni, amíg el nem fogynak a fák, mert hát aztán tényleg jön az igazi szívás. Ahogy látom, amúgy a kő az nem fogy el, csak a fa. És almát például azt folyamatosan kérnek. Ide lehetne csinálni warehouse-t almának. Maradt az alma bekötése? Nem kötöttem be? Ja, az egyik alma nem lett bekötve tényleg. És kössük be ezt így is. Sőt. Őket be lehetne egyébként kötni. Hogy is van 3. Így. Nem tudom, ez segít a helyzetükön. De gyorsítunk egy kicsit, és akkor most megnézzük, hogy milyen történések lesznek. Onnan például el fog fogyni a fa. És oda még lehetne egy favágót csinálni. Oda pedig víz tározót. Mondjuk lehet, hogy elég egy. Oké, ott alma van. Csináltunk még egy ilyet ide, és akkor azt mondjuk, hogy a nekik lehetne egy ilyen. Nekik kellene bútor, és kellene alma. Jó, ez igazából így az igényeket ki fogja elégíteni. Hát ezt lecseréljük inkább. Nekik kell bútor? Nem.
bútor tároló az mehetne egy oda. Úgy. Jó. Már nem kell sok. És elköltöztek a helyiek. Bolond, na. Ja, 900-as populáció is van. Jézusom, kimaradt, igen, nem irigylem azt a logisztikát, aki ezt felügyeli. Jaj, jó. Ja, nem ezt akartam. Mi a kövi? Tehát erre azt mondja, hogy 700-as gold, de van 900 is, itt pedig 3000-es populáció, de 1500 a cél, monumentet kell építeni. Na, oda kell olyan bútor. Aha. Hát jön a háromházikós teljesítés, az nem lett meg. De meg lehetne. Hát itt lehetne továbbvinni a tapasztalatot, srácok. Jó. Jó. Én azt mondom, hogy mini Settlersbe mini betekintés zajlott most. És hát látjátok, hogy még van két pálya, amivel így lehetne foglalkozni. De nagyjából azért szerintem, akiket érdekel ez a game, vagy a stílus, azoknak az érdeklődését ez már kellőképpen felcsigázta. Jelenleg ennyit tud. Mondom még egyszer, ez egy 10 dolláros játék, aminek van demója, hogyha esetleg szeretnétek kipróbálni. Early Access-ben van, és itt mutattam nektek a roadmap-et, hogy mik a tervek. Mik a tervek, hogy 1.0 legyen. Ez ilyen. Hát remélem, hogy tudtam nektek ezzel kapcsolatban segíteni, hogy így felhívni a figyelmedre, hogy van ilyen, meg hogy miket lehet nagyjából így az első egy órában csinálni. Köszi a figyelmet és a kiadónak a lehetőséget, hogy ezt nektek meg tudtam mutatni. Alul van egy csúszka?